Így zajlik a földi szúnyogírtás belterületen. A szakemberek ilyen platós járművekre szerelt berendezéssel permeteznek, a kémiai írtással a már kifejlett rovarok ellen védekeznek. Ezt a módszert azonban csak később, a meleg idő beköszöntével a kora nyári időszaktól alkalmazzák a szakemberek. Az egységes védekezés a katasztrófavédelem feladata. A szerv a központi szúnyoggyérítést kezdte meg a héten. A biológiai szúnyoggyérítés egy kevésbé látványos folyamat, az mindig külterületen, a jellemzően ártéri erdőkben, valamilyen vízfelületen mindig a szúnyogok tenyészőhelyein történik, nem a településeken belül, mint a kémiai szúnyoggyérítés. A biológiai szúnyoggyérítést ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy természetben is előforduló talajlakó baktérium. Ez a baktérium ez termel egy fehérjét. És ilyen fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a szakemberek a szúnyogok tenyésző helyein a vízbe. Ezt a fehérjét aztán a szúnyoglárvák elfogyasztják, és elpusztulnak tőle. Ez a fehérje kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, semmilyen más élőlénynek, állatnak, növénynek semmiféle problémát, károsodást nem okoz, még az árvaszúnyogokat sem bántja. Tehát kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el. A katasztrófavédelem rovarbiológusok segítségével március eleje óta vizsgálja a lárvák megjelenését és fejlődésüket, a kezelések menetét ez alapján tervezik meg. A Tiszán levonult árhullám miatt a Tiszatónál és Szolnoknál 2000 hektáron kezdték a gyérítést ezen a héten. Szabolcs-Szatmár-Berekben is folyamatosan nyomon követik az érintett területeket. Szabolcs-Szatmár-Berek megyében egyelőre nem indokolt a szervezett védekezés, hiszen nagyon csapadékszegény volt mind a tél, mind a kora tavasz, illetve az időjárás is eddig még hűvösebb volt, ezért nem jelentek meg szúnyogok olyan számban, hogy indokolt lenne ellenük védekezni. Azonban ez bármikor megváltozhat, amint kissé csapadékosabbra és melegebbre fordul az időjárás. Minden héten hétfőn közzétesszük, hogy az adott héten pontosan hol lesz szúnyoggyérítés, milyen területen, melyik napon és milyen eljárással. A szúnyoggyérítést azt nem lehet hetekkel, hónapokkal előre megtervezni, azt maximum egy héttel előre lehet megtervezni, hiszen az időjárás befolyásolja a szúnyogoknak a helyzetét, hogy hol van nagyobb szúnyogártalom az országban. A szakemberek felhívják a figyelmet, hogy a szúnyogok élőhelyeinek jelentős része magántelkeken található, ezek felkutatása és kezelése pedig központilag nem lehetséges. A ház körüli kisebb vizeket ezért érdemes lefedni, kiönteni vagy rendszeresen cserélni. Egy-egy vízzel teli edényben, gumiabroncsban, eldugult erezben ugyanis akár ezrével fejlődhetnek szúnyogok. A ház körüli teendőkről a Nemzeti Népegészségügyi Központ oldalán olvasható pontos tájékoztatás.